Köven úr, képviselőtese. Esperes. Segedelmünk és ünnepszentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 25. Zsoltár első szakaszát. A 25. Zsoltár, ennek első versét énekeljük, a közismert ének így kezdődik. Szívemet hozzád emelem és benned bízom. Színe előtt és a gyülekezet közösségében az egyetemes keresztény anyaszentoknál hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szállva alá poklotra, harmadnapon halottaiból feltámadott, fölmélye mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján, onnan része eljövendő, ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjének a hallgatására készülve énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár, melynek első szakaszát énekeljük, így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljátok el a helyet. Mi az,
gyülekezet. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint írva található a Mózes 5. könyve 34. részének első 5 és a 8. verseiben. Elolvasom Istennek szent igéjét a Mózes 5. könyve 34. részének első verseiből. Kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel helyeiteken maradva. És felméne Mózes a Moab mezőségéből a Nébó egyére, a Pizga tetejére, amely át ellenben van Jerikóval, és megmutattá néki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig. És az egész Naftali Efraim és Manassé földjét, és az egész Júda földjét a túlsó tengerig. És a déli tartományt és Jerikónak a pálmafák városa völgyének környékét Coáli. És mondani ki az Úr. Ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, mondván, a te magodnak adom azt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégyve. És meghal a Mózes, az Úrnak szolgálja, a Moab földjén, az Úr szava szerint. És siraták Izrael fiai Mózest a Moab mezőségén 30 napig, és eltelének az ő siratásának, gyászolásának napjai. Eddig tart Istennek igé. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, kedves vendégek, kedves csomagőrösiek, ha valakire rámillik, akkor Kőrösi Csoma Sándorról minden bizonnyal elmondhatjuk, hogy ő a költő szavai szerint eljutott az érdől az óceán. A szónak a szoros és átvitt értelmében egyaránt érvényes ezreje. Miként a mesebeli királyfi, mint a mesebeli parasztkős, aki szolgadiákként ez esetben még nagyenyedi híres neves kollégiumban is megfordult. Feltarisznyálták innenról, de szinte üres volt a tarisznyája, és szegénységéből óriási gazdagságra jutott, nyakába vette a világot, és eljutott az óceánig, eljutott az értől az óceánig, csomakőröstől az indiai óceánig, és bevonult az egyetemes kultúra és tudomány panteonjába, és ma is a világ tudományosságának sioni magasságában kereshetjük és találhatjuk meg őt. Éppen Trianon évfordulójának a megemlékezésére készülünk, nem csak idehozza, hanem odakint, Brüsszelben is, és Magyarország, valamint Felvidék és Erdélyország küldöttei együtt készülnek megörökíteni ezt a gyászos évfordulót, de ugyanakkor a gyászból kihozni, és a gyász helyett
a magyar életet felmutatni a világnak. És az a gondolatunk támadt, hogy egy olyan térképet kell felrajzolnunk a világ szeme elé, melyet nem is határai, hanem szellemi nagyságai körvonaloznak és határolnak körül, mely térképen ott szerepeljen mindaz a magyar szellemi nagyság, aki valamit egyetemesen érvényeset és értékeset adott a világnak. Minden bizonnyal ezen képek sorozatában, akik kirajzolják Kárpát-medencei őshazánkat, ott található Kőrösi Csoma Sándor arcmása, aki nem csak számunkra, hanem furcsa módon talán a világnak még fontosabb volt, és ezáltal vált fontossá a magyarságnak. Az UNESCO a kultúrák közötti közeledés évében gondolkozik, és Kőrösi Csoma Sándor projektet készít elő, ahogyan csúf idegen szóval mondják, hazai magyarságunk. Tavaly a kultúrák közötti párbeszéd éve volt Európa szerte. Lehetne hívebben jobban közelednünk egymáshoz, mint Kőrösi Csoma Sándor révén? Kerülhetne közelebb Európa fővárosához Csoma Kőrös és a magyarság Európához és a nagyvilághoz, mind éppen ő általa? Magyarország csonka voltától így jutunk el a magyar nemzeti értékek egyetemességéig, és ezáltal egészül ki a csonka ország. Amikor Mózes halálának történetéről szóló igénket vettem fel alapige gyanánt, akkor arra gondoltam, hogy ő, a mi nemzetünk, olyan szellemi nagysága, hogy valóságosan a magyar szellem pátriárkájaként tisztelhetjük, nemzetünk egyik szellemi atyaként, aki egyszerre népének prófétája és apostola, Ábrihi Lajos ilyen ezenképpen fogalmaz, égő zarándok, vakmerő apostol, és egyszerre a világnak egyik kiváló nagyságot. Magyarság és egyetemesség ilyenképpen találkozik az ő személyében, hídverő az őskelet és nyugat között, kultúrák és nemzetek között, Európa és Ázsia, már-már egymástól elszakadni látszó világa között. És amikor Mózes szemével a Nébó hegyéről végig tekintünk az ígéret földjének csodálatosan kitárulkozó táján, akkor az igében olvasott pálmafák erdeiben ott látjuk saját szemünkben Székelyföld havasait és erdeit, fenyveseit. És egyszerre látunk rejá az ázsiai ős hazára, és Pannoniára, a Kárpát-medence egész csodálatos világra. Az ő tekintetével nézünk végig szülőföldünkön, Csoma Kőrös határán,
és mint amikor messzire ellátszik a cenkről tiszta időben, és belátni az egész barcasságot, azonképpen tekintünk végig, Nébó hegyéről vagy a Himalájáról, földünk szent hegyeiről, igen, így nevezte Juhász Gyula, feje fölött a vén szent Himalája, igen, a Himalájáról, így tekintünk végig egész történelmünkön. Nemzeti szellemünk egész szép határán, és rálátni ebből a magasságból, ég és föld között rálátni mindenre, létünkre, jelenünkre, múltunkra, jövendőnkre, történelmünkre, a körülvevő tájra és az időbeli örökkévalóságra. És vele együtt járjuk végig a honfoglaló ősök útját, csak hogy ebben az esetben ellenkező irányban. Járjuk végig az emberi megismerés csodálatos selyem útját, végig vándorolva nem csak földrajzilag, hanem időben is az emberiség és a magyarság történetét, őstörténetét, egyben egy időutazást is folytatva ezáltal. A nagy útról szóló könyv útján járjuk végig a magyar őstörténet nagy útját, és beleéljük magunkat azoknak a ígéret földje felé vándorló embereknek, Isten választott népének a lelki világába, akik már rég elszakadtak szülőföldjüktől, messze vetette őket a sors, Egyiptom fogságába estek, elmúlt József és testvérei dicsősége a fáraó udvarába, már a pusztulás és a népirtás fenyegette őket, és aztán megnyíltak előttük a Veres-tenger vízfalainak vízfalai, és átmentek az ígéret földjére vezető út célját követve. Mózes útja, Izrael történetének útja, Őrösi Csoma Sándor útja, az ős magyarok keresésének az útja, kutatása, tudománya egy szellemi téren ezzel párhuzamos út, megszenvedett út, a tudomány mártírja volt, úgy vándorolt népek között, mint Mózes Egyiptomból az ígéret földje felé tartva, mindig veszélyben, nélkülözésben, idegen népek között, őket is megismerve, megbecsülve őket, és ők is megbecsülve, kivéve amikor éppen nem hadakoztak, űzve a csodaszarvast, ha tetszik, mint a megismerés jelképes totemállatát, és soha utol nem érve, és mindig követve azt az eszményi célt, amelyet kitűzött magának, miközben eszmény és valóság messze szakadt egymástól, mert miközben nyelveket kutatott, történelmet, tanulmányokat írt, szótárat vagy nyelvtant szerkesztett, ezen közben a leghétköznapi nélkülözés nehézségei között élte le éveit hidegben, szűkös körülmények között,
garasos gondokkal küszködve, de soha nem feledve, hogy miért kelt útra. Kedves testvéreim, az eszményi tudós képe körvonalazódik előttünk, aki a hétköznap valóságában is a tudomány és a meggyőződés magasságában jár, és ott érezzük benne Mózesnek a szeretetét, aki remegő szívvel érkezik el az ígéret földjének határára, de nem mehet be oda. Ott ágaskodik Görösi Csoma Sándor élete végén is, a nagybetűs hiába, ahogy szintén Áprilini Lajos írja, a hiába valóság kísértő, szédítő magassága, mely életünket mindig körülveszi. Az ígéret földjén kívül rekedve, de mégis követve sorsának útját és célját, nem jutva át, hogyan is írja Juhász Gyula, az ős hazát nem lelte, és az újat nem látta többé, miközben idehaza már a reformkor termése érik, és eljön a dicsőséges szabadságharc, forradalom és szabadságharc ideje, és új Magyarország születik, ő ott az ős idő végtelenjében vívja tusáját maláriában, lázban, a hiába valóság kísértésében, de vállalása és célja iránti meggyőződésben, és már nem találkozhat azokkal, akiket keresett, és többé már nem mehet oda-haza azokhoz, akik útjára bocsátották. Népe gyászában, Izrael népe gyászában osztozunk mi is, amikor most Reá és róla emlékezünk, siratták Izrael fiai Mózest a Moáb mezőségén, és Mózes siratásának, gyászolásának napjai eltelének. Igen, ez egy megrázó sorstörténet, méltó befejezése, amely befejezés azonban mégsem merülhet ki a gyászban, hiszen a végkicsengése az, az isteni ígéret, melyet a negyedik vers foglal magában, és mondani ki az Úr, ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak mondván, a te magodnak adom ezt. Megengedtem néked, hogy szemeiddel lásd. Igen, ez az a föld, amelyen tisztelnünk kell atyánkat, anyánkat, hogy hosszú ideig éljünk azon a földön, amelyet az Úr, a mi Istenünk áld mi nékünk. Mostanság, amikor elvitatják szülőföldünkhöz és nyelvünkhöz, hitünkhöz és önmagunkhoz való alapvető jogainkat, és már mióta erősödjünk meg jó és bal szerencse közt, sok viszály után, a pusztai vándorlás viszontagságai vala hátunk mögött.
nyugodjunk meg, és emelkedjünk fel abban a hitben, és keressünk bizonyosságot abban az ígéretben, melyet Isten ad nékünk. Ez az a föld, amelyről elindult ő is, és haló porában a kegyelet és életműve révén visszatért ide. Ez az a föld, amelyhez egy ezred év csatol. Ezt adta nékünk Isten ígéret földje gyanánt. Ne rúgjuk ki a lábunk alól, ne szakadjunk el gyökereinktől. Maradjunk meg Istennek és ennek a földnek a hűségében. Ez az az érzés, amely ma is összegyűjtött bennünket, amely 20 év óta áthatja Kőrösi Csoma Sándorról elnevezett napokat, rendezvényeket, a falu népét és egész erdélyi magyarságunkat. Ezzel a békévi oldó emlékezésben, megszentelt érzésben adózzunk Kőrösi Csoma Sándor emlékének, és ez az érzés kísérjen tovább bennünket életünk útján, és szentelje meg a falu népét, és hassa át egész nemzetünket. Visszatekintve és előre nézve, így adózzunk az ő emlékének, és ezenképpen haladjunk tovább életünk útján, a nemzet életének útján. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére és lelkünk épülésére a 462. ének első és harmadik verset. A 462. ének első és utolsó verset énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van szívem, neked adom. Yeah.
csak semmi. Kegyelettel és hálaadással emlékezünk ezen a napon, az úrvacsora jegyeivel is, azt az igét szólod, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az örök emlékezetben tekintünk rejád, hogy téged soha ne feledjünk, és az emlékezetre való dolgok tudatában élünk, küzdünk, dolgozunk. Köszönjük, hogy ma is üzeneted van hozzánk, hogy Mózes igéi által történelmünk és jövendőnk dolgában üzensz nekünk. Köszönjük, hogy a nemzedékek megszakítatlan láncolatában ilyenképpen emlékezünk és emlékeztetünk. Hálát adunk néked a tanításért, a tanulságért, a bátorításért, ajándékaidért, a szellem gazdagságáért, értékeinkért, nagyságainkért, akikkel megáldottál bennünket. Hálát adunk néked, hogy ma is közöttünk vagy, hogy nemzetünk történelmében azért nem tévedünk el, történelmünk sűrűjében azért nem veszítünk utat, mert te mindig előttünk jársz. És megjárva a vándorlás útját, végighaladva, ha kell, a kereszt útján, mindig célba érünk, és hozzád térünk. Hozzád itt a földön, azon a földön, melyet te adtál nekünk, és hozzád egykoron az égi hazában, melyben helyet készítesz nekünk. Imádkozunk népünkért, imádkozunk Csomagkőrös népéért, Székelyföld épüléséért, nemzetünkért, imádkozunk az emberi faj megmentéséért és megvilágosításáért. Kérünk téged, emelj ki bennünket az özönvizek habjai közül, emelj sorsunk fölé, add, hogy elhordozván keresztünket, rejánk virradjon a feltámadás és az újjászületés napja. Imádkozunk gyülekezetünkért, anyaszentegyházunkért, családjainkért, gyermekeinkért, jövendő nemzedékünkért. Ezen az emléknapon azokért, akik itt jelen voltak, akik az emlékezésben is rejád gondoltak és neked adtak hálát, köszönjük neked, hogy megszentelhettük ezt a hetet, ezt az évfordulót. Kérünk, maradj velünk, vezess minket, taníts a te utaidon járni, vezess Krisztus által, lelkednek építése, lelkednek irányításával, igazgasd lépteinket, maradj velünk most és mindörökké. Amen. Csendesedjünk el, és így tárjuk Isten elé lelki fohászait. Isten hallgassa meg a mi imádságunkat. Most pedig mondjuk el együtt fennhangon a mi Urunk Jézus Krisztus imádságát. Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi
bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A gyülekezet áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, megemlékezvén a mi Úrunk szeretetére, szeretetéről, aki gazdag révén szegényé lett, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Foglaljatok el! Szeretetéreim, mindenek előtt elnézést kérek a Isten elejét, de ugyanakkor megértéseteket kérem, egyszerűen nem lehet lépést tartani sokszor azzal a sűrű programmal, amely rejem szakad, és a legjobb szándékkal se tudtam hamarabb jönni. Brassóban tartottunk egy szorványkonferenciát, egy nemzetpolitikai tanácskozást, ott volt a nagykövet úrnak a kedves felesége, úgyhogy a képviselet biztosítva van mind itt, mind ott, és jó, hogyha most éppen a ige hirdetés szellemében, Kárpát-medence magasságában hordozzuk végig tekintetünket a Hargitáról, a Himalájáról, vagy a Nébó-hegyéről, és szívünkbe fogadjuk azokat a testvéreinket, egymást, akiktől a történelem gyakran elválasztott, akik között most is határok emelkednek, de akik éljenek akár Erdélyben, akár Kis-Magyarországon, akár a többi határon túli részen, akár a Holdon, mégis összekapcsol a származás, a közös múlt és történelem, és nem utolsó sorban közös hitünk, mely megszenteli nemzeti közösségünket. A Párciumból jövök, és engedjétek meg, hogy emlékeztesselek rá, hogy 90 évvel ezelőtt két nagy tömb magyar vidék került át Romániához, az egyik a székelység, a másik a Romániához csatolt párciumi része. Ez a két vidék olyan, mint két híd főállás, amelyeken átível erdélyi magyarságunk élete és sorsa. A híd bedőlt, de ez a két híd főállás szilárdan áll, főképpen a székelység, oda állt a Párciumban, már nagy pusztítást végeztek és nagy károkat, de éppen ezért ideje, hogy újjáépítsük ezeket a hídfőállásainkat, megerősítsük nemzetünk közösségeit, és a két hídfőállás között található magyar szorványvilágot is, mert nem ők sem koldusok és nem idegenek, hanem a mi nemzetünk részei, tehát sorsa a mi sorsunk, és az ő ügyüket is olyanképpen kell vállalnunk, mint amiképpen a székely megyék az utóbbi időben segítségére siettek Temesköznek vagy Kossuth-Szörény megyének, mint amiképpen joggal reméljük és várjuk el, hogy Kis-Magyarország a felálló új nemzeti kormány újból gondjába vegye a határon túlra szakadt magyarságot, de mi sem vagyunk koldusok, hanem mi szövetséges látunk bennük, és együtt vesszük kezünkbe sorsunkat, hogy a 21. század elvesztegetett első évtizede után végre valóban emelkedő pályára állhasson nemzetünk. Görösi Csoma Sándor emléknapján, emlékünnepén hadd nyújtsam át ezt a kis kötetet egy másik nyelvész
Kazinczy Ferencnek a breviáriumát tavaly adtuk ki a 250. évforduló alkalmából, mint egy jelképes ajándékként, lelki táplálékként, önazonosságunk, nemzeti öntudatunk, hitünk, nyelvünk erősítése, jelképe, gyanán. Kedves testvéreim, egy fontos bejelentéssel szeretnélek megörvendeztetni, gondolom, hogy örömet szerzek vele, mikor a ti szavazataitokkal is kikerültem az Európai Parlamentbe, ott alkalmam volt találkozni a dalai lámával, Tibet szellemi, lelki, de nagymértékben politikai vezetőjével, és már akkor első találkozásunk alkalmával meghívtam őt ide Erdélyországba. Annál is inkább, mert ő is olyan személyiség, és ebben hasonlíthatjuk Kőrösi Csoma Sándorhoz, aki túlnő leigázott országa határain, akinek a neve manapság egyet jelent az emberi jogokért, a szabadságért, a kisebbségek jogaiért, az emberi méltóságért folytatott békés küzdelemmel. És ebben rejlik az ő hatalmas ereje, ezért vált jelképpé világszerte, és ezért jelenthet sokat, nem csupán elnyomott, megtizedelt, megalázott tibeti népének, hanem minden elnyomott embernek, magyarnak. Tibetben egyébként tényleg katasztrofális a helyzet, havi gyakorisággal foglalkozunk Tibet ügyével, ez egyik sláger témája, hogy így mondjam, ezt a rossz kifejezést használja az Európai Parlamentnek. Megjegyzem, méltó volna, hogyha a magyarok ügyében is legalább fele annyit foglalkoznának, vagy tizede annyit foglalkoznának, mint Koszovóval, vagy a tibeti kérdéssel, vagy az ujgurok másik rokon népnek a kérdésével, de úgy is jó, az is fontos, kitagadná, fontos, hogy Tibetnek segítségére legyen a világ, segítségére legyen Európa, hiszen Tibetet végromlásba sodorta a kínai kommunista elnyomás, már természet környezeti katasztrófa is fenyegeti, annyira tönkretették ezt a csodálatos, a világ tetejének nevezett csodálatos természeti adottságokkal rendelkező régiót, a kínai iparosítással ismerjük a kommunista iparosításnak a kegyetlenségét és a pusztításait. Ugyanakkor annyi kínai telepítettek be, hogy saját szülőföldjükön kisebbségbe kerültek a tibetiek. Ez a sors leselkedik rejánk is, az egyházi ortodox gyarmatosítás, valamint a karhatalom betelepítése, az iparosítás és a globalizáció révén védnünk kell magunkat, védekeznünk kell az ártó szándékok ellen. Székelyföld számára is tanulságos, ahogyan tibeti nép legjava és egyháza, a tibeti buddhista egyház kiáll saját népe védelmében. Ebben a tekintetben is rokonítható a mi egyházunk az övékével, hiszen történelmi egyházaink tartó oszlopai nemzeti létünknek, de fontos, hogy azok is maradjanak, mert az egyházba is bevette magát a rontás, nem múlt el nyomtalanul a kommunista, ateista korszak a fejünk felett, tehát egyházainkat is meg kell erősítenünk ahhoz, hogy egyházaink megerősítsenek minket. És most élek rá a bejelentésre, akkor meghívtuk a dalai lámát Erdélybe, utóbb írásban is ugyanezt tettem, meghívtam egy erdélyi látogatásra,
hívtam Nagyenyedre, hívtam Csomagkőrösre, hívtam Temesvárra. Eljött az ideje annak, hogy megválaszolják, hogy választanjanak a meghívásra. Itt tartom kezemben a válaszlevelet. A Dalai Láma kabinettje kedvező választ adott a meghívásunkra, tehát Isten megsegít. Ez év őszén, szeptember 23-án és 24-én látogatást tesz a Dalai Láma Erdélyben. Javasoltuk, hogy tegyen látogatást Bukarestben is, hiszen az ország fővárosa Bukarest. Nem akartuk, hogy véletlenül is valamilyen félremagyarázás gyengítse az esélyeinket. Így is fog történni, Bukarestbe érkezik, mi úgy mondtuk, hogy előbb jöjjön Erdélybe, aztán menjen Bukarestbe, de megfordították a nemzetközi protokoll szerint, előbb megy Bukarestbe, onnan érkezik Erdélybe. A helyszínek még egyeztetés alatt vannak, de az biztos, hogy eljön Csomagkőrösre, kegyeletét leróni Kőrösi Csoma Sándor szülőföldjén emlékművénél, és megkoszorúzni ugyanakkor. És Sepsiszentgyörgy lesz a másik kiemelt helyszín, ez is szinte bizonyosnak mondható. Sepsiszentgyörgyön a sport pályán lesz egy népes, remélhetőleg népes találkozás a Dalai Lámával. Készüljünk fel erre, nagyon bonyolult dolog a szervezés és a vendéglátás. Sokba is kerül, rengeteg biztonsági és egyéb előírás nehezíti az ügyet, de remélem, hogy mind országos szinten, mind önkormányzati, megyei, települési szinten, egyházaink közreműködésével sikerül ezt a látogatást erdélyi magyarságunk örömére és hasznára, politikai és erkölcsi hasznára kamatoztatnunk. Hát ez az új hír, és ezzel be is fejezem hirdetéseimet. Bejelentem a záró éneket, végezetül énekeljük Isten dicsőségére és lelkünk örömére a 458. ének mindhárom versét. A 458. ének így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereire, és adjon néked békességet, hitet, jövendőt Krisztus által. Amen. Ünneplő gyülekezet, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm főtiszteletű Török és Tanácsló Szűzőtudat Európarlamenti képviselőt. Megköszönjük, hogy jelenünk a tisztelete ünnepünket. Köszönjük szépen az idei hirdetést, Isten áldását kérem életére, szolgálatára. Nagyon a jó Isten erőt, hogy sokáig tudja szolgálni a magyar nemzetet. Felkérem Kovászna alpolgármester urát, Tisz János urat, hogy adja át egyesület ajándékát Kuskonnak. Isten hoztatom a külösre, fogadja a szeretettel a kormányzatom szerény ajándékát. Köszönöm szépen. Én is adjam át akkor ezt az ajándékot, ez tényleg egy jelképes ajándék. Gazinczy Ferenc könyvét, breviáriumát, legfőbb gondolatait, és megköszönöm tiszteletes úrnak a szolgálat alkalmát és lehetőségét, szíves vendéglátást, Gazda Józsefnek külön is, aki egy kicsit a Kőrösi Csoma Sándor útjának és életének mintáját követi, amikor elindul felfedezni a világon szerte szóródott magyarságot, ilyenképpen fordult meg a legutóbbi időben Belgiumban, Hollandiában, azokon a részeken. Hát így nehogy elfeledjük egymást, hanem inkább keressük meg egymást ott, ahol vagyunk és élünk, Isten segedelmében. Köszönjük szépen az ajándékot. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciája, Üzes Oszkár, Magyar Köztársaság bukaresti nagykövetét. Köszönjük szépen, hogy eljött, nagykövet úr. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kézdi Orbai Református Egyházmegye esperesét, nagy tiszteletű Szőcs László urat. Szeretettel köszöntöm tiszteletes urakat és tiszteletes asszonyokat. Nagy szeretettel köszöntöm Balázs Ádám urat, a Magyar Nagykövetség kulturális attaséját és kedves feleségét, fiát. Ugyanakkor nagy szeretettel köszöntöm Tisz János alpolgármester urat, kedves feleségét, Márton Árpád képviselő urat, testvértelepülések küldöttségeit, külön köszöntöm a nagykanizsai polgármester urat, kedves feleségét. Köszöntöm a Mezőtúri Református Általános Iskola küldöttségét, és köszöntök minden kedves meghívottat és résztvevőt. A műsort szeretném ismertetni. Isten tisztelet után a templom előtti téren található szobrot fogjuk megkoszorozni. Ott a csomagkörösi iskolások fogják előadni rövid műsorukat. Koszorúzás után pedig felmegyünk az emlékházhoz, és az emlékház udvarán folytatódik az ünnepi műsor. Mindenkit szeretettel várunk oda. Akkor most kimegyünk a szoborhoz, és ott folytatódik az ünnepi műsor.
emlékezők, tisztelt ünneplők! Nagy szeretettel köszöntök minden résztvevőt az évente megismétlődő 21. emlékünnepségen, amely a templomban, a szobor körül és az emlékháznál zajlik. Köszönöm a jelenlétüket, a kitartásukat, öröm látni, hogy nem csökkent a tiszteletérzetünk, és hogy minden eltelt év után képesek vagyunk megállni, s fejet hajtva tisztelegni Hőresi Csaba Sándor emléke előtt. A mai világban, ahol divatossá vált a népek és kultúrák egybeolvasztása, fontos, hogy megőrizzük önmagunkat, hagyományainkat, táncainkat, énekeinket, szavainkat, a múltunkat, mindent, ami a miénk. A jelenkor sivársága ellenére is fontos, hogy vállomást tegyünk arról, hogy vagyunk. A mai koszorúzási ünnepséget egy rövid, irodalmi műsorral nyitjuk meg. Kérem, fogadják szeretettel! Isten veled hazám, bátrok hazája, Isten veled te bőr, ti zöld hegyek. Gyermek reményim, s bánottim tanyája, Isten veled, én messze elmegyek. Búval és bánattal kizsinoroztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztatatom. Fú, de jó szél fut el, hosszú útnak korát, hosszú útnak korát, az én szívem búját. Én láttam őt a város vég felett, indulni könnyű bottal egymagában. Ott ültem fenn az erdő széli domb, galagonya virágos oldalában. A templom csillag búcsúztatta még, aztán a fényben nőtt a tér naponta. Tekintetem büszkén utána nyúlt, amerre őt a fajta vágya mondta. Néztem kamor hegyeknek, hogy feszül, s hervadt pusztákról, hogy lép át a hóra. Nyugati ködben messze álmaradt, a nagy lázakba zsibbadt Európa. S még mindig ment, és óriásira nőtt, égő zarándok, vakmerő apostol, míg elnyelte a magasság s a csend Himalája, a roppant kőkolostor. Én láttam őt, amikor útra ment, s láttam a darjeelingi szalmaágyon. Nagy, látomásos szemmel, hogy futott hazafelé az írtó pusztaságban. Zengő szelekben, vadvizek felett, lihegve lábad mindig új oromra. Számom ragadta forró szomjúságát, míg rá lett városára, városomra. Tűzzel kivert száján a régi szó, a visszahívó föld zenéje égett. Ó, idegenül hallgatók, hogyan nyíthették volna ezt a lázbeszédét, késő dicsőségét, szent révületét, s a mámultalan tompa szót hiába, az óriást, aki lobogva lépett a felséges magyar tragédiába. Lelked mit érezed, hogy elhagyád-e hont? Midőn úgy hagytad el, hogy sose lásd viszont. Nem állított meg a határnál valami? Hon szeretett, ha azt ki tudnót mondani? Égnek fejed felett a nagy fényes csillagok, a gazdag föld ezer virágtól mosolyog. Ah, de azok neked mind ösmeretlenek, s nem ezek közt valá futkározó gyerek. Szó nélkül távoztál, nem vádollak, hiszen hogy kínos lett volna búcsúznod, elhiszem. A daru is búsan kiáltozik, pedig egész nemzetével útra kerekedik. Mégis, miért hagytál bennünket el?
Meglásd, ha itthon fájt, ott is fáj a kebel. Ha lelked fáj, ha rajta sebb vagyon, könnyebben begyógyul a honi hantokon. S te mit mivelsz? Mi sors kíséri életed? Megadta a reményt, mivel kecsegtetett. Ha hallanád szavam, tudom, mit érzenél, szíved cseréljen az, aki hazát cserélt. Háromszék szülten, de külön nevet nem pallérozott híres nagyanyád. Ott álmodik a kis székely gyerek, kiért a havas alja keserék. Népi vadék, csak gyalogos nemes, s két világrész háládra érdemes. Pap és tudós, de nem elég neki, céljára életét is ráteszi. Indul világá, koldusként gyalog, az útja messze földre kanyarog. Üres a zsebje, ám de keble nagy álmokkal van színültik tele. Biztatta, csalta, tündöklő kelet, átok meg áldás ebből született. Oda vágyott, hol fajtán gyökere, megered hajdon szívülő ere. Lüktető hétvel sarkalta tovább, hogy újjavarba verje sátorát. Arab sivatag, perzsa pusztaság, ködében muszik az államvilág. Mesék hazája, lomba India, ott vándorol a székelyföld fia. Hány nép, hány isten, nyelve pá vele, s a lánglélek nem szétül meg bele. Tovább, hitének szárnya még emel, a Himalája jégcsúcsára fél, a célja közel, s dicsőséggel fizet, ám kutyát állja rejtelmes Tibet. De rajta túllon eljutott már haza, ott várja majd az úgúk ős haza. Mint szúr, befúrja kérgébe magát, úgy őrli ezredédek anyagát. Kolostorok kincsét, szent könyveket, hát ha a titok titkára vezet, mit ott elrejtett az irgalmas ég, hogy merre van az ősi maradék. Köti idegen érdek kötele, tudós elméje nem nyugszik bele. A büszkeség, hogy ő székely magyar, nyomorban is kemény szívet takar. Nincs hatalom, mi eltéríteni, s új útra kér a végső cél felé. De már beteg, csak sóhajtása van, hírnév, babér már mind haszontalan. Reménye lángja végsőt lobbanó, míg elhal fáradt ajkán a szó. Magyar csillag volt, égre szökelő, sorsa a darjeelingi temető. Dárka madárka, csácsogó madárka, vidd el a levelet, vidd el a levelet, szép szülő hazámba. A kérdik ki, fájdalmában meghassad a szíve. Köszönjük szépen! Énekelt Debraci Enikő, szavalt Dancs Anna néni, Máté Anna Mária, Góc Timea, Kádár Zsuzsa, Kosztándi Alisz és Kriszta. Tőlünk, a világ egy más részében, ott, hol a Himalája emeli hótakar bércait, pihen most a zarándok hosszú vándorlása után. A szív, mely oly erősen dobogott honáért, idegen földben hanvad el, s maga a fű, mely pora fölött nő, idegen formájú. De Kőrösi emléke itt él közöttünk, s míg lesz szív e határok közt, mely hazája nevénél feldobog, míg a magyar nemzetiségért lelkesülni tud, dicső emléke fel fog maradni közöttünk. Koszorúzási ünnepséggel folytatjuk, és helyezzük el a virágainkat a kegyelet helyén, nagyszülöttünk szobrának talpozatánál, mert így tudjuk megvallani,
nagyjaink, fényadóink előtti tiszteletünket. Köszönöm.
Magyar Polgári Párt részéről koszorúznak. Koszorúzási ünnepségünk ezennel véget ért. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a türelmüket. Felvonulunk az emlékházhoz, ahol az ünnepi műsor folytatódik.